készül a tiramisu, a kedvenc desszertünk. Ezt minden Halloween partira elkészítjük, mert ha nem készítenénk el, akkor a vendégek bizony reklamálnának. Ó, Molly, de ügyes vagy! Ide nézzetek, milyen szépen előkészítette a tiramisu mester. Na, kezdheted rétegezni. Ez az... Elkezdtük készíteni a bulira ezt a lufi fűzért, lufi girlandot, azt a milyen gyönyörű lufik. Ide néz. Molly nagyon ügyesen fújja a lufikat, én közben készítem a húsit, úgyhogy felosztottuk a munkát. De tök jó, mindjárt összefűzzük. Molly próbálja az első márványos lufit felfűzni erre a lufi szalagra. Van egy speciális szalag, aminek vannak lukacskái, és oda kell behúzni a lufikat. Rajta van az első lufi. Na, kíváncsi leszek, hova kell tenni a következőt? Fogalmam nincs. Hát, valahogy úgy érintkezzenek, de ne legyenek túl közel. Ez a kedvencem. Ez a fémes színű lufi. Olyan jól néz ki. Ebből van több is. Ott van még egy. Jaj, de jól néz ki. Na, ez igazi Halloween-es. Meg ezek is a kedvenceim. Ezek a pofisok. De nevéres lufik. Jaj, de cuki. És szádosnak benne, miközben fújod. Úristen. Nagyon jó. Készül egyébként gyönyörűen ez a lufi füzér. Már itt van egy nagy adag. Hát alakul a buli. Van itt minden. Pókocska itt várja a vendégeket. Van a falon egy ilyen csúnya bogár. Nekünk ő szép. És van itt a falon fönt is egy pók sorozat. Itt van Csontika, itt lóg, egyem a szívét. És hát itt van az ünnepi asztal, oda nézzetek. Hello, Mollika. Hello. Molly elkészítette a híres krumpli és kukorica salátáját. Na de hát itt a sírkő, amit szintén bemutattunk egy videóban, hogy hogy készül. És ugye most fekete pókhálók vannak, ez sokkal, de sokkal, hát én nem is tudom, olyan félelmetesebb, meg misztikusabb. Tettünk bele pókokat is jócskán. Van narancssárga pók is benne, ott, narancssárga. Fekete, kicsi, nagy. Itt is akad azért egy-két pókocska, nyilván valakinek meg kellett szőnie ezt. Itt van egy még nagyobb, aztán itt van a banyakondérja, nem ám úgy van, ott fortyog benne a bájital. Kitettük ide a fekete macskás és koponyás tányért. Itt is van egy koponya, mert az kell. Ilyen lett most az idei torta. Én tudom, hogy ez nem Halloween-es, de annyira siettem már a végén, hogy ilyen csontvázakat vagy pókokat már nem volt időm készíteni, úgyhogy most ez ilyen cuki kis zsúrtorta lett. Tiramisu, a híres tiramisu minden évben meg kell, hogy, vagy el kell, hogy készítsem. Kétszer ennyi van egyébként, mert nagyon szeretik. Itt van ez a drága, amit, vagy akit mi festettünk ki. Itt van a kukoricasaláta, krumplisaláta. Ezek világhíres fasírtok, semmiről nem híresek, csak arról, hogy nagyon finomak. Aztán van itt ilyen jópofa pohár, ami dukál Halloweenhez. Itt van Jack, ami drága Jackünk. És hát a drága tányérjaink. És egy dolgot, Mollika, még nem tettünk meg. Nem szórtuk szét a konfettiket. A pókos konfettit, légy szíves, szórd már szét itt az asztalon. Azt muszáj. Ja, közben már mennek a fények, de majd azt is mutatom. Ez az. Pókos konfetti, mindenhol menjenek a kis pókocskák. Azaz, nagyon szép, nagyon szép. Oda is bőven legyenek pókocskák. Ja, és még a többi gusztustalan bogarat be se hoztam. Itt ilyen kis misztikus fényt tettünk ide, ami váltakozik. Így jobban látszik, ez a kis váltakozó fény. De jó, nézd, olyan, mintha a szeme villogna ennek a kis tököcskének, mert ugye... Ahogy itt villódznak a fények. Ó, tök félelmetes. Nagyon jó. Oké. Szerintem alakul a buli.
Megtöltjük a popcornos dobozkákat is. Annyira helyesek, de tényleg. Mint hogyha moziba mennénk, csak ezek ilyen picike kis dobozok, és popcorn tesz Molly éppen bele. Nagyon cuki, nagyon-nagyon. Most már az utolsó pillanatban vagyunk, lassan jönnek a vendégek. Itt van a véres pohár is, ezt is kiveszem ide az asztalra. Készül a zombi nyál. A zombi nyál nálunk nagyon jó ízű, mert kiviszört a zombi nyál. Anitám, hát hogy érzed magad? Minden rendben? Minden a legnagyobb rendben. De egy kicsit úgy érzem, hogy valami nincs rendben az arcommal, szerinted, Monika? Szerintem olyan vagy, mint máskor. Nagyon jó, tényleg. Én semmit nem csinálnék máshogy. Andikám! Tegyél már ide, légy szíves nekem. Tegyél már, ugye? Egy pár húsgolyót kérek szépen. Azaz! Hát gyönyörű! Dani, mutasd magad! Mutasd meg a rucidat! Azt a Dani, azt a! Nagyon menő vagy! Ez világít a sötétben. Igen, látom, hogy micsoda minőségi szórakozás van itt. Borotvált, hát adjál borotvált. Most már egy borotvál, a profi vagyok. Egy igazi profi. Jó a zene. Kéne víz, nem? Hogy nagyobbat fröccsen? Hogy van meg a kösse? Nagyon helyen borotváltam, és ez ilyen prima. Na, hát ennyi. Úristen, mit csináltok, szellemet idéztek? Menjed, gyertek már le, mert játszani szeretnénk. Gyertek már le.